kívánunk ezen a mai estén mindenkinek, aki eljött, hogy megtekintse az ünnepi műsorunkat abban a teremben, mely az egykor Isten és csantavér szerető plébánosunk Takács Gáspár emlékére épült. Fogadják szeretettel lelkes gyermekeink és fiataljaink összeállítását, melyek húsvét örömteli üzenetét igyekeznek még közelebb hozni hozzánk. Az első színre lépők a Vox Angelica gyermekkórusunk aranyos gyermekei lesznek. Csodálatra méltó a kitartásuk és a lelkesedésük. A két jellemzők, a kitartást és a lelkesedést nem csak azért hangsúlyozzuk az ő esetükben, mert minden szombaton szinte teljes létszámban részt vesznek a próbán, hanem azért, mert több esetben egymás után két misét végig énekelnek. A teherbírásukról tanúskodik az is, hogy karácsonykor énekeltek az évféli szentmisén is, vagy másnap délelőtt is. Köszöntjük ezt nekik, és egyben kívánjuk, hogy maradjanak mindig ilyen kitartóak és lelkesek az Úr dicsőségére, és számos ember megörvendeztetésére. Kérünk egy üdvözlő tapsot a kis kórusnak, akik Szentál Rózsa tanárnővel most a színre lépnek. Alleluja! Thank you.
vers következik Tér Georginál előadásában. A szavaló kislány nagyon aktív, nem csak az otthoni és az iskolai feladatok elvégzésében, hanem az egyházközségünkben is. A minisztránsok csapatát erősíti, és fáradtságot nem ismerve, számos más plébániai eseménybe bekapcsolódik. Köszöntjük Georginát egy nagy tapssal! Vörös Sándor, a keresztágyép. A kereszt felső ága égre mutat. Nagy örömhírt utat, itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad. Rajta sovány kezek tört vért virágzanak. Vigyázz, őr a lélek, de a test megszakad. Kétféle viszősvén, s te szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága égre mutat. Vesződj, ítás kutat, lásd benne arcodat. Az ügyes zongoristák is színre lépnek ma. Kis Anikó, szabadkai zenetanárnő, már számos csantavéri diákot vezetett be a hangszerek csodálatos világába, akik közül néhányan felvételt nyertek a szabadkai zeneiskolába. Hihetetlen türelemmel, kedvességgel és szaktudással foglalkozik a gyermekekkel és a fiatalokkal. Fáradozásának gyümölcsét fogja most bemutatni nekünk Varjú Előd és Németh Regina. Bátorítsuk őt egy nagy tapssal!
hogy megszülessél bennünk, s megnyerhess diadalmad. A bűn fölött győzelmet szereztél, s nekünk adtad a hitet. Te vagy az út, az igazság és az élet, s letörlöd könnyeinket. Arra tekintesz, ki szegény, árva, ki beszéded rettegik, s megragadjuk ígéreted, kezed az élet kenyerét megszegít. Feltámadtál, s megbeszálltál, de mégsem hagytál egyedül. Hozzánk küldted a pártfogót, s lelkünk a tiéddel egyesül. Úr Jézus, tiéd az áldás, hála, dicséret és hatalom, s hogy te bennünk növekedjél, lészem, ez végső jutalom. A két kiváló zongorista után most két ügyes lány következik, akiket verseket mondanak. Szabó Lara és Gyulai Fanni is generációjuk tehetséges tanulóinak számát gazdagítják. Lara és Fanni érzik azt, hogy az Úristen sokat adott nekik, hogy a bennük lévő értékekkel sokakat boldogítsanak. Hallgassuk figyelmesen szavalataikat, mindent belelányuk. Gida Jenő fut a Kálváriára. Reszkető, enyhetné sugárzik, egy felhő lassúdan megyen. A lélek fáj, a fény sugárzik, valaki ballag a hegyen. Hűs homlokáról fény sugárzik, s szemét lehunjam, új legyen. Valaki lépked felfelé tart, bozott közt vígy madársereg. Valaki lassan felfelé tart, tövisről vérharmat csepeg. Valaki fel a csúcs felé tart, hogy önmagát feszítse meg. Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János a mester, nagy szívén pihen. E tiszta szíven, e csöndes szíven pihen. De lelke a holnapra gondol, és fiatal arca párhős lesz a gondtól. Mély hallgatás viraszt az asztalon, az olajfák felül a fuvalon. Hűsen, a szomorú a szobába téved. Befájna a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécsvirágra, Péter zogó és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, és remegve érzi, hogy az ő urája itt van. Csak egy nyugodt, nagy sötét kék szemében, mély tengerek derűs ékéje, békéje él benn. Az ajka asztali átást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret. Petkovics Petra és Trizni Ádám is a szerdai zongoristák csapatához tartoznak. Petra és Ádám nagyon élvezik a zenetanulást, amiben bízunk, hosszú évtizedekig örömüket lelik majd. Az ünnepi műsorunkra készített összeállításukat hallgassuk figyelmesen. Hajrá Petra, hajrá Ádám! Thank you.
Németh Regina teherbírása sokakat lenyűgöz. Számos fizikai, szellemi és lelki programba és foglalkozásba bekapcsolódik. És az a különös, hogy nem csak felszínesen végzi el a felvállalt aktivitásait, hanem mindenben a maximumot adja. Hogy hogyan képes erre, az csak ő, a szülei és a Jóisten tudja. Mi kívülállók viszont élvezzük azt, hogy Regina mindenhol ott van és mindenben kiválóan teljesít. Fogadjuk Regina szavalatát is egy lelkesítő tapssal. Becsülik István elvégeztetett. Elvégeztetett, ki annyi jót tett járva kelve. A bűnös ember úgy szerette, hogy trónusát elhagyva érte, e földi kínnal elcserélte. Kiben bűn nem találhatott, kiben az egy Isten lakott. Lelkét az Őr kezébe adta, és lett a bűnök áldozatja. Elvégeztetett. Kik felfeszítették a keresztre, látták, hogy szíve vért erezte, és megnyugodva elmennének, örülve a bűn győzelmének. Hívén, hogy ő legyőzetett, hogy elveszti az életet, nem tudva még, hogy van hatalma, letenni azt és felvenni újra. Elvégeztetett. Kik a messiás benne látták, kik a mennyek országát várták, miként a vertnyáj szétfutának, leverve őket kétség, bánat. Bolyogtak szerte szótlanul, a mestert elhagyja az Úr. Ki hatalmas volt szóban tedben, ím elvérzett már a kereszten. Elvégeztetett, Isten s embertől elhagyottan, ott csünk az Úr Krisztus halottan. Néhányan sírnak csak fölötte, gúny és szitok hangzik körötte. A népámító elesett, a nagy harc elvégeztetett. Kereszten a zsidó királya, így végződött ám munkája. Elvégeztetett. Igen, a váltság műve teljes, az Isten irgalmas, kegyelmes. Ő egy fiát halálra adta, hogy mi ne jussunk áldozatára. Meghalt, de el nem rothadott, az Úr Krisztus feltámadott. Legyőzze bűn, s halál hatalma, miénk az Úr örök irgalma. A mai program összeállításunk utolsó pontja a tamburásoké. Mindenki tudja, hogy a tehetséges zenészek csapatát Veres Róbert fogja össze. Róbert mindig derűs és olyan szép, hogy ezt a vidámságot és optimizmusát átviszi a tamburások csapatának minden tagjára. Így nem csak a kóros hangszerek világába vezeti be növendékeit, hanem a kitartó munka és derűs szolgálat útján is erősíti őket. Mielőtt meghallgatjuk a tamburások lelkes csapatát, köszöntsük őket egy nagy tapssal!
néhány szelény falattal meg ne vendégelnénk a jelenlévőket, hisz a falusiakat mindig is az önzetlenség jellemezte. Mindenkinek szép estét, jó étvágyat, és még egyszer kellemes társalgást és áldott húsvétot kívánunk!